Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. Nem kell megijedni a fényes ruhától, meg a ünneplő lépőtől, de a mai napon megadjuk a módját. Egy, azért, mert nyereményjáték sorsolás van, kettő, azért, mert Krisztiántól kutyafuttában érkeztem éppen, illetve hát Krisztiánnal voltunk a parlament mellett, az országház mellett, a képviselők házában, mivel a, és akkor egy kicsit most a, tegyük félre a nyereményjáték sorsolást, mivel ma volt a népjóléti bizottságnak a meghallgatása, illetve hát nem minket hallgattak meg, hanem a módosításokat vették számba, hogy mi az, amit jóvá hagyjanak, és mi az, amit nem. És anélkül, hogy bármit is akarnék mondani, előtte gőzlérkednem kell. Na mert hogy, ott voltunk többet magammal, és az első pont az pont az volt, hogy külső hát szakértők idézőjelben hozzászólhatnak-e a témához, hogyha releváns információval bírnak. Természetesen leszavazták ezt a pontot, úgyhogy innentől kezdve csak megfigyeltünk és megkocogtattuk a képviselővállát, hogyha valami őrületes marhaságot mondott bárki is, amire ő reflektált. És a podcastben majd el fog hangzani két szám, de memorizáljátok, 5, 9, és erről akkor most nem is beszélek többet, elkeserítő volt számunkra a dolog. Na de, csapjunk a levesbe, mert ha már az ünnepi gúnyát magamra húztam, akkor ünnepeljük meg ezt az egész nyereményjáték, mizériát, mókát, történetet. Ugyanis 10 héttel ezelőtt kitaláltam, hogy azok a cuccok, készülékek, likvidek, kazán, és a többi, ami felgyülemlett nálam, azokat bedobom a nagy közösbe, valami kis játék keretében próbáljunk meg neki értelmet adni, hogy vannak a nyeremények, ti szerettek játszani. Csak úgy üresben nem szerettem volna kisorsolni, hogy kattints ide, kattints oda, és akkor már meg is nyered. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy kéne egy ilyen hosszú távú játék, amiben hétről hétre fölteszek egy-egy kérdést, és bizonyíthatjátok, hogy mennyire vagytok otthon az e-cigi világában. Többek között azért is, mert ezek már nagyobb teljesítményű készülékek, egy-két akus modok, tehát azért észnél is kell lenni, nem csak úgy Hübele Balázs módjára használni ezeket. Némi előismeretet szükségeltetik hozzá felszedni. És ha esetleg valakinek nem esett volna le, tulajdonképp ez a játék arra ment ki a 10 hét, hogy egyrészt tudjatok értő módon olvasni, kiderüljön ki az, aki nem tud, és olyan kérdéseket igyekeztem tünk feltenni, amire a válasz vagy videóban, vagy a weboldalon egy egyszerű kereséssel megtalálható volt. Nem volt bonyolult, van egy wiki, ott kellett keresni, vagy a weboldal keresőjében kellett keresni, és szóról szóra bemásolni a kérdésre adott válaszokat. Kell ez a nyugtató málna a mai nap után. Szóval ott tartottunk, hogy megfogalmazódott a játék, összeírtuk a 10 kérdést, amiben a végén már annyira ment a szenvedés, hogy ne legyen könnyű, ne legyen nehéz, hiszen
hiszen a fődíj, azt majd mindjárt végig fogom sorolni, hogy miket lehet nyerni, az egy névleges, nem névleges, tudja, nem tudja, tök mindegy, 200 wattos Snowwolf mod. 200 watttal, ha sokáig is tart, de még egy grill csirkét is meg lehet melegíteni a mikróban, maradjunk annyiban. Tehát lehet vele butaságot is csinálni. Épp ezért olyan kérdéseket próbáltunk föltenni, ami kicsit elkalandozik az akkumulátorok, a nagy teljesítményű modok világába, hogy hogyan kell ezeket használni, kezelni, mit kell róla tudni. Tehát aki ezekre nem tudott válaszolni, már kiesett abból a pixisből, aki például a fődíjat megnyerheti, hiszen oda csak 8, minimum 8 helyes válaszsal lehetett bekerülni, és szépen látszott is a rostán, hogy ahogy nehezettek a kérdések, úgy kezdtek el szépen ritkulni a kérdésekre adott helyes válaszok. Kitértünk akkumulátorokra, leginkább arra, hogy használunk két cellát, mit jeleznek a jelzőszámok, vagy betűk, mondjuk mi az a C érték. Sokan elvéreztek itt is, sokan elvéreztek az utolsó kérdésnél is, ez az 1 a 1B-nél. De hát, gyerekek, ilyen ez a popszakma. Aki nem tudja ezekre a választ, az én azt mondom, hogy még egy kicsit tanulja, vagy olvasgasson utána, hiszen befejeződött időközben az újabb cikk sorozatunk is, amit a szindikátussal véghez vittünk, és ez a haladó sorozat is rengeteg táptalajt adott a kérdésekhez, illetve rengeteg-rengeteg tudást halmoztunk föl, tehát most már nehéz lenne olyan kérdést beírni az oldal keresőjébe, amire nem lehetne megtalálni vagy egy cikkben, vagy a wikiben a válaszokat. Úgyhogy remélem, hogy használjátok az oldalkeresőjét, hasznos, sok mindenre rá tud világítani, illetve hát, hogyha valami kérdésetek van, akkor természetesen meg is válaszoljuk azt. Várjátok már a sorsolást, mi ugornátok a videóra, ne tegyétek, jó? Nézzétek szépen végig, belefér az a 20-30, nem tudom, hogy hány perc lesz a végén a videó, de egy kicsit beszélgessünk már nyugodtan, ha már magamra öltöttem a gúnyát. Na, nézzük akkor az első díj felé haladva a harmadik díjtól. A harmadik díjazott csomagja az úgy néz ki, hogy van egy IPVD2 TC mod készülék, amit az Eagle Vapors ajánlott föl. Ez egy kis 75 wattos TC mod, egy aksival, nagyon kis kompakt, aranyos, szerettem használni, zsebbarát volt. Liquidek, hogy menjünk tovább. A vapeclub.co.uk-től járt nálam tesztelésre, amit Borisszal és Matyival teszteltem, a Cutwood, az El Diablo Calavera Katrinája, és ezekből megkapja ezt az egy-egy flaskát, a harmadik helyezett. Gyakorlatilag egy teljes üveget kap, hát pár cseppet eldrippeltünk a kóstolásra, és ennyi. Ami még van, és ezt külön köszönöm Mystic Petinek, aki amint megtudta, hogy sorsolás lesz, jelentkezett, és volt olyan kedves, hogy bár a receptúra egy picit változott már időközben a málnán, de az én nevezzük birodalmi málnám, ami már nem található meg a forgalomban azzal az ízzel, ahogy van, pláne ezzel a kiszereléssel, ahogy van, ebből felajánlott egy liquid pakkot, és a harmadik helyezett is kap egy deci Mystic Juice málnát. Nagyon kis tetszetős csavaros kupakkal, ilyennel még nem találkozhattatok a Mystic Juice-nál, illetve egy deci Mystic Juice Cure e-liquidet. Mindenkinél úgy állítottuk össze, és úgy beszéltük meg Petivel, hogy
hogy egy deci málna az mindenkinél fix, hogy érezzék, mi az a málna, amit én szívok, és ne csak üres szóbeszéd legyen, hogy mer az milyen, na ilyen. És a másik az mindenkinél egy dohányos lesz, aki amelyiket szereti, remélem a málna mindenkinek ízleni fog. Aztán a Bloss cég képviseletében Fifika volt olyan kedves, és mindenkinek felajánlott 3x18 ml Bloss cég válogatást ízenként. Már úgy mondom az ízeket, hogy egy ilyen, egy olyan, egy amolyan, véletlenszerűen, mert sokfélét küldött, tehát nem azokat fogom ott kisorsolni, amit teszteltünk Borisszal és Matyival, tehát nem kell attól félni, hogy csúnyán néz ki, meg van kopva, nem, ez már egy teljesen új dizájn, ahogy láthatjátok is, és kis papírdobozban, nincs abban semmi probléma. Szóval ez lesz az mindenkinek 3-3 deci, bocsánat, 3x18 milli, illetve egy deci Bloss cig alapot kap a harmadik helyezett, illetve a Brenyóék féle Evapor CO UK webáruház által tesztelt likvidekből is kapni fog 20 ml Witchcraft e-likvidet. Illetve a papírról lemaradt, de a weboldalon meg lehet találni. Azt külön teszteltük, ezt Blacky küldte nekünk, egy Cloud Chaser Liquid, ez a Vape Monkey-nak az e-liquidje lesz, ami valami borzasztó sok VG és nagyon kevés PG, vagy lehet, hogy nincs is benne PG, csak iszonyat gőz. Ez egy 10 ml-s flaska, ezt kapja a harmadik helyezett. Lépjünk tovább a második helyezetre. A második helyezettnél egy kicsit emeltük a szintet, és ott a készülék az a Gearbest, hát nem felajánlása, Gearbest küldte nekem, én leteszteltem, és most ezt sorsolom ki. Az a IPv4-es, tehát az IPv4-nek a továbbfejlesztett verziója, ez egy 120 wattos TC mod készülék dupla aksival, ezért is volt dupla aksis kérdés például. Ami nekem Outfitben nagy kedvencem volt, az a Traitor e-liquid, ami egy nagyon tetszetős kis koponyában, egy üveg koponyában van benne, arról volt egy gyönyörű Hamlet monológunk is Borisszal, illetve hát a sírásó, valaki emlékszik rá. Abból sem hiányzik semmi, mert a tesztelést egy 10 millis teszterrel végeztük el, amit szintén ugyanettől az áruháztól kaptunk. Nekünk személy szerint nem ízlett, de hát ízlések és pofonok, mindenki meg fogja találni a saját kedvencét a pakban. Az üveg az mindenképp polcra való, tehát nagyon tetszetős a dolog. Amit még a második helyezett kap, az szintén a Vape Club-tól a Madrina nevezetű e-liquid, és megkapja az 1 deci Mystic Málnát, az 1 deci Mystic dohányos az neki a Tobacco Original lesz, szintén megkap 1 deci Bloss cig alapot, 3x18 Bloss cig válogatást, kész likvidet, kap 20 ml Witchcraft e-liquidet, és a Vape Inspection bolt felajánlásából pedig 15 ml Two Face liquid lesz a jutalma. Ez is szerintem egy elég kerek és szép pakk. És akkor nézzük, hogy mit nyer az első. Az első helyezett az a Snowwolf-nak a 200 wattos box módját nyeri meg. Nem olyan durva, mint ahogy azt az ember gondolja. Nagy, nehéz üveg, fém, de szerintem teljesen vállalható a játékos. És most az, hogy az van rá, hogy 200 és nem 200, mert fönt már erősen
megkérdőjelezhető a teljesítmény. Mindig azt mondtam, hogy ez egy olyan, mint egy sportautó, mondjuk, azért, mert én beülök egy sportautóba, nem kell a városban úgy közlekednem, mint a LaFerrari, és keresztbe fordulni vele a Váci úton. Nyugodtan lehet a Snowwolfot is használni 10, 15, 20 watton, nem fog senki megszólni érte. Tehát a Gearbest-től lesz a Snowwolf, ez a fődíjnak az egyik része, illetve szintén Talon webáruházából GS L-nek, illetve hívhatjuk GS3-nak, vagy GS2 22 mm-nek, de szinte teljesen mindegy, hogy hogy hívjuk, annak a megnövelt méretű GS új kazánnak, vagy tanknak, vagy drippernek, ki hogy akarja használni, annak a klónját, tehát ez szintén a Talon által, hát vagy VP Special, vagy a vagy most meg nem mondom hirtelen fejből, kapásból, mert ki vagyok égve. Ez az a másik fődíj. Aztán a... sokat gondolkoztunk ezen, mert 5 Pounds. És ha 5 Pounds, akkor diacetil. És ha 5 Pounds, akkor nagyon minőségi. És a többi, és a többi, és a többi. Meg fahordóban érlelve, meg tudományosan drippelve, meg az anyám kínja, mindenki eldönti, hogy akarja vagy sem, féle tőle vagy sem. Ez még az a batch, az a szállítmány, amiben a Cloud9-os tesztelés szerint kimutatható volt a diacetil. De hát én is szívtam, semmi bajom tőle, ennél többet is elszívtam belőle, fogyott már ebből nálam el nem egy üveg, és még mindig itt vagyok, aztán a tüdőm se lett tele vízzel, meg hasonló hülyeségekkel. Tehát egy darab Blue Chain-a a 5 Pounds-tól, és a másik nagy kedvencem, aminek az outfitje az 15/10-es, hogyha lehetne választanom, az a Milkman. A Milkman, ami azért Milkman, mert hatalmas cloud chaser, hatalmas gőz, olyan gőz, mintha tej volna, olyan, mint a teljes doboz, olyan, mint a teljes üveg, zseniális, zseniális, nekem nagyon tetszett, illetve nekünk hármunknak, akik teszteltük. Az íze már, amint ezt is sejthetjük, ez az amerikai krémes anyám kínja vonal, de a gőzre nagyon jó volt. Itt is megtalálható még a defaultnak számító Mystic Málna 1 deci, itt a dohányos East Mystic Petitől a Prime 66 képviseli, szintúgy megtalálható 1 deci Bloss cigalap, 3x18 ml Bloss cig válogatás, és 20 ml Witchcraft Air Liquid, illetve a VP Special-től a Joker nevezetű Air Liquidből 15 ml. Úgyhogy amit kitaláltam, az ugye az volt, hogy minden héten mindenki játszik egy pontért. És pörögjön az idő. És a felkészültség sokat számít. A szerencse is sokat számít, de szerettem volna valahogy kompenzálni, súlyozni azt, hogy ha valaki minden témában veszi a fáradtságot, utána olvas, utána keres, vagy már tudja fejből, teljesen mindegy ebből a szempontból, és ha valaki 10 kérdésre mindegyiket hibátlanul megválaszolta, az nagyobb súllyal, nagyobb eséllyel nyerhessen, mint aki beesett az utolsó pillanatban az ajtón, és egy kérdésre esetleg szerencsével, de jól válaszolt. Így azt találtam ki, hogy minden héten egy pont, a 10 hét után összesítünk, és annyiszor kerül bele a játékosnak a neve a kalapba, ahányszor helyes választ adott. Tehát, ha valaki egész 10 hét alatt mind a 10 játék kérdésre helyesen válaszolt, 10-szer került a kalapba, aki csak egyszer, az egyszer. Gyakorlatilag azzal szemben akár 10-szer nagyobb eséllyel is, ha leegyszerűsítjük, akkor nyerhet.
és annyi volt a kikötésem a játék elején, illetve az ötlet, hogy hát ezt a 200 wattot ne engedjük csak úgy bárki kezébe, mondjuk a többi sem sokkal kevesebb, tehát 120 watt, vagy 75 watt, ezzel is lehet azért bajokat okozni egy tekeréssel, ha nagyon igyekszik az ember, de remélem, hogy ti nem ilyenek vagytok, illetve már tudom, hiszen nagyon-nagyon sok magas pontszámú játékos volt a végén, úgyhogy minimáltam a helyes válaszok számát, illetve úgy minimáltam, hogy minimum 8 helyes válasszal játszó játékosok játszhatnak csak a fődíjért. Összesen egy darab 10 pontos volt, ha tehetném, neki adnám, de mivel az elején azt mondtam, hogy 8, akkor maradjunk korrektek, és aki 8 kérdésre helyesen válaszolt, az 8-szor, aki 9-re 9-szer, és az egy darab 10-es, az pedig 10-szer kerül a neve bele a kalapba. Úgyhogy amit még érdemes tudni, hátulról haladunk előrefelé, és hogy ne legyen problémázás belőle, ha én kisorsolok valakit harmadikként, és esetleg még egyszer kisorsolnám másodikként, akkor nem a második díj lesz az övé, hanem akkor új sorsolás lesz. Adni kell másnak is lehetőséget, nem lehet az, hogy mindent egy ember vigyen el esetleg, akkor is, hogyha nagyon-nagyon sok pontot szerzett. Úgyhogy ennyi. A értelemszerűen az első helyért pedig csak a 8, 9 vagy 10 helyes kérdésre helyes választ adók közül fog kikerülni a nyertes. Most gondolkozom, hogy mit hagytam ki. Szerintem minden megvolt, úgyhogy álljunk neki, és nézzük a sorsolást. Itt látható tehát a kérdésenként összesített válaszok helyessége a egyes fordulónként, illetve az is látható, hogy egyedül Koncz Márk volt, aki mind a 10 hét alatt minden kérdésre helyes választ adott. Ez semmit nem ér sajnos, de ezúton szeretnék neki külön gratulálni. A előzőleg annyit megtettem, hogy a sorsolásoknak külön egy táblázatba, itt is látszik szépen, itt 569 sor szerepel, ez a második, itt is szintén 569, hiszen itt nincs, nem tettem különbséget, az első helyezettnél szerepel lényegesen kevesebb, itt 202 szerepel összesen, és ezeket én már a random.org-ba be is másoltam. Ahogy el fogom indítani, meg fog jelenni egy lista, és a lista legfelső nevével, illetve azzal az e-mail címmel szereplő játékos lesz annak a fordulónak a nyertese. Hogyha esetleg a második vagy az első helynél olyan név fog szerepelni, akit már előzőleg kisorsoltam, akkor újra meg fogom nyomni a gombot, és új sorsolást fogok indítani. Nézzük akkor a harmadik helyezést, ki nyerte. Itt látható az összes név az e-mail címmel többször, ahány pontja éppen volt. Nyomjuk a gombot. A harmadik helyezést Oreskó Sándor nyerte. Jó, nézzük akkor a második helyezést, szintén ugyanaz a lista, ugyanannyi taggal. Akkor második indul. Na, ezt egy hölgyemény nyerte, bár az e-mail címéből másra engednék következtetni, de Harkai Petra nevezetű játékosunk, neki is gratulálok.
És akkor nézzük a fődíjat, azaz a Snowwolfot és a hozzá kapcsolódó cuccokat, amit csak 8 helyes válasz fölött lehetett játszani. Go! Ezt pedig nem más, mint Kockás Zoltán nyerte. Neki is gratulálok. De ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg, hogy ők hány ponttal és hány helyes válasszal nyertek. Keressük meg Oreskó Sándort. Oreskó Sándor, mint látjátok, mindössze 5 helyes választ adott, és mégis sikerült nyernie. A következő, a második Harkai Petra volt. Harkai Petra 6 helyes válasszal játszott, és nézzük Kockás Zoltánt. Kockás Zoltán. Kockás Zoltán 9 helyes válasszal, tehát majdnem fullos kérdőívvel nyerte meg. Gratulálok nekik még egyszer. Irány vissza a kamera elé. Vissza is tértünk. Jó móka volt. Férfi munka, mondanám, hogyha nem lenne a második helyezettként egy nő is a sorban. Mindenkinek szeretnék még egyszer gratulálni. Név szerint Oreskó Sándor, Harkai Petra és a fődíj esetében Kockás Zoltán. Jó helyre került szerintem mind a 3 csomag. Remélem, hogy élveztétek ezt a 10 héten át tartó játékot, nem csak a nyertesek, hiszen szerintem rengeteg mindent lehetett időközben, ha nem is gondoljátok, de sok keresgéléssel, olvasgatással tanulni. Mindenki szedett fel magára sok tudást, remélem, gondolom. Ez volt nekünk a fő célunk most jelen játékban, és látjátok, ami hozzánk, illetve hát hozzám kerül, az nagyjából ki is megy innen, tehát nem azért kérek bármit is a kereskedőktől, hogy nekem jó legyen, hanem azért, hogy minél több új terméket tudjak nektek megmutatni, és aztán ki tudjam köztetek sorsolni, vagy így, vagy más, hogy teljesen mindegy. Ha nincsen videó, akkor hát akkor ezért, mert nincs felajánlás, vagy nincs újdonság, de hát ez van. Úgyhogy ez az oka annak, hogy mostanában nem került fel új videó, de hát reméljük, hogyha ezt látják a kereskedők, akkor ők is kedvet kapnak hozzá, hiszen gyakorlatilag most is 10 héten keresztül csak ez pörgött a játékkal kapcsolatban. Remélem, hogy megismertétek, megszerettétek őket, a termékeiket, mert igyekeztünk azért olyan dolgokat összeválogatni nektek, ami mindenkinek a legnagyobb megelégedésére szolgálhat, és hát nem kell a pénz oldaláról mindenképpen megközelíteni a dolgot, de csak nagy vonalakban számoltam ki a játékosokat külön-külön. Most nem kezdeném el felsorolni, hogy 10 000-es likvidek, mert olyan is van a csomagban. De a játékot tekintve az összdíjazás az valahol 200 000 forint környékén állt meg. Úgyhogy ha azt eldobjátok 3 felé, az is elég szép pénz. Egy dolgot szeretnék kérni, kedves nyertesek, hogyha fölveszitek velem a Facebookon, az ECigiTesztek Facebook oldalán keresztül, ott van egy üzenetgomb, ha arra rákattintotok, akkor ott tudjátok velem fölvenni a kapcsolatot, vagy az e-mail cím, amiről játszottatok, küldjetek egy e-mailt nekem a charlie@ecigitesztek.hu címre, és egy dolgot szeretnék kérni, ez vagy pofátlanság, vagy nem, mindenki eldönti magának. Annyi
felé kell nekem ilyeneket postázni, és ugye pont azért, mert nem profitorientáltan működtetem ezt a dolgot. Ez nekem, látjátok, az utolsó párjátékot is mindig így működött, és így is szeretném, hogy legalább ennyit investáljatok bele. Fejenként az az 1000 forint szerintem nem sok egy ilyen paknál. Azt majd meg tudjuk beszélni a későbbiekben, hogy hova utaljatok. A természetesen ez a futár költséget fedezi. Amire nekem szükségem van, az a nevetek, telefonszámotok, az e-mail címetek és a címetek, ahova el lehet fizikailag a csomagot küldeni, és utána már repül is felétek. Direkt azért időzítettem így a dolgot, hogy ha gondoljátok, ez még elmehet mikulásnapi ajándéknak is, de a karácsonyfa alá is szerintem azért elég szép kis pakkokat lehet, ahogy a fényképeken is lehetett látni, összepakolni. Nézzétek el nekem, hogy szívom, de annyit beszélek, hogy valami kell mellé, mert nem lehet kivírni. Szóval, itt a játék vége. Mindenkinek szeretném megköszönni, hogy részt vett benne, fáradtságot, időt nem kímélve utána keresett, játszott folyamatosan, és itt minden körben körülbelül 80-100 ember volt az, aki fixen leadta a szavazatait, és voltak természetesen a későn csatlakozók is. Mindenkinek szeretném megköszönni, hogy ezzel is támogattok minket, hiszen ha látják a kereskedők is, hogy már pedig ennek van értelme, akkor fognak még küldeni új termékeket. Lájkoljátok az oldalt, iratkozzatok föl a YouTube csatornára, és aztán, aki most nem nyert, annak a következő játékokban kívánok sok sikert, ne csüggedjetek, hiszen látjátok itt is 5-6 szavazattal, vagy 5-6 helyes kérdéssel már nyerési esélyeik lényegesen megnőttek és nyertek, úgyhogy mindenki csak arra buzdítok, hogy a gőz legyen veletek, és most már a sorsolás ezen részének vége van, kicsit beszélhetünk másról is, hogyha megengeditek nekem, félre is teszem a papírkát, amin a nevek voltak felsorolva. Beszéljünk kicsit arról, ami van. Arról, ami ma volt a tisztelt képviselőkkel. Én azt javaslom, hogy ezt még emésztenem kell nekem, és egy kicsit várjunk vele a podcastben, a soron következő podcastben, ami, ha jól számolom, akkor holnap, mert hogy ma szerda van, az holnap fel fog kerülni a weboldalra. Abban ezt nagyon-nagyon ki fogjuk tárgyalni, hisz Krisztiánnal voltunk ott. Hanganyagom is van róla. Úgyhogy azt is valahogy felkumantjuk majd külön, hogy aki nem volt ott, az érezze, hogy micsoda kemény munka egy ilyen bizottsági ülés. De nem szabad pihenni. Az utolsó pár hetünk, engedjétek meg, hogy igyak egy kortyot, mert nagyon szárad a szám. Az utolsó pár hetünk csak az ismerősökről tudok nyilatkozni, tehát az egyesületben levőkről, Fifikáról, Mujóról, Blackiről, Doviról, akikkel közvetlen kapcsolatban vagyok. Nagyon-nagyon sok láthatatlan munkaóránk van abban, hogy ott van az a rengeteg adatigénylés, közérdekű adatigénylés, berohangászás a parlamentbe, a képviselőkhöz, mindenféle kihallgatást kérni, hogy így mondjam,
Úgyhogy a fordítások Blacky részéről azt tovább közölni. Nagyon, nagyon ki van már mindenki égve agyilag, kezdünk fáradni, de nem szabad föladni. Tehát most, hogyha az lesz, amit mi sejtünk, hogy a módosításokat nem veszik be a javaslatok közé, akkor tovább kell mennünk, és nincs megállás. Gőzerővel készülünk mindenféle beadványokkal, mind az alkotmánybírósághoz, vagy hogyha tovább kell menni, akkor az EU-hoz, úgyhogy reménytelennek tűnik a helyzet, de csinálni kell, tenni kell, és hogyha azt mondjuk, hogy gőzlérek térdre imára, meg ki az utcára, akkor légy szíves, ne az legyen, hogy én nem vagyok gőzlér, hanem vaper vagyok, meg én messze lakom, nem tudok elmenni, meg pont akkor szül a macskám. Cica vízió, ezt is nézzétek. Vagy pont valami teljesen más dolgom van, mert sokszor mondtuk, hogy nincs sok hátra, nincs sok hátra. Ez úgy az utolsó előtti pillanat, hogy tényleg csak annyit kell tennetek, hogyha azt mondja X vagy Y, most direkt nem azt mondom, hogy ha azt mondom én, hogy gyertek utcára, mert én senkit nem szólítok arra, hogy menjetek utcára, kis porszem vagyok a gépezetben. De hogyha többen azt mondjuk, hogy fiúk, lányok, most mondjuk szerda van, és pénteken, vagy jövő hét hétfőn tüntetés, illetve tömegdemonstráció van ezen és ezen a helyen, akkor ne az legyen, amiket az előbb felsoroltam, hogy azért nem tudok menni, mert azokat le se írjátok, el se mondjátok, mert egy, nem érdekel, kettő, utána ne panaszkodjál. Hogyha utána csak a trafikban fogod tudni megvenni a tököm tudja milyen likvidet, és nem lesz olyan kazánod, amilyet szerettél volna, és nem lesz nikotinos likvided, meg hasonlók, akkor ez olyan, mint mikor azt mondja valaki, hogy de szar ez a kormány. Vissza kell kérdezni, kire szavaztál legutóbb? Ja, hát el sem mentem. Na, akkor pofádlapos. Tehát aki annyit nem képes megtenni, hogy egy telekocsit, vagy bármit leszervezzen a barátjaival, vagy barátaival, bocsánat, hogy följöjjön Debrecenből, Pécsről, Nyíregyházáról, Sopronból, akárhonnan, most nehogy magára vegye az, aki éppen ott lakik, és ő föl szokott jönni, vagy mit tudom is én. Szóval gyertek, mert az, hogyha mi kimondjuk, hogy most lesz egy tüntetés, és ott megjelenik 20 ember, akkor én bírom, ha kiröhögnek engem, meg nem vesznek komolyan, de akkor ti otthon fogtok ülni, és titeket is ki fognak röhögni attól függetlenül, mert akkor nem leszünk tömeg. Ma már elhangzott olyan szám is, hogy 10 000 a magyar lakosságnak elektromos cigaretta. 10 000, ti ezt elhiszitek? Tudjátok, mennyi 10 000? Köcsögök voltunk a Krisztiánnal, és hát persze közben nem szóltunk, de utána elkezdtünk pötyögni, és a 10 000-et azt nem a teljes lakosságra, csak a felnőttekre számoltuk le, és abszolút nagy vonalakban 8 millió emberrel számoltuk, az 8 000. Megközelíthetnénk úgy is a dolgot, hogy ha 8 000 szerintük az elektromos cigaretta használó Magyarországon, és a petíciót már több mint 6 000 aláírták, akkor gyakorlatilag majdnem minden elektromos cigarettás aláírta a petíciót. Ez pozitív lenne, de kurvára nem ennyien vagyunk. Ki kell menni az utcára, meg kell mutatni, hogy nem 5 000, nem 2 000, nem 100 emberről beszélünk, akik kimennek és helyettetek fogják a hangjukat hallatni, hanem tömegről beszélünk. 700 forintos internetadónál mindenkinek fájt, kimentek 10 000-en. Most meg az egészségünkről van szó, és nem vagyunk hajlandóak a picsánkat megemelni.
Bocsánat, na, értitek? Tehát itt nem arról van szó, hogy majd 700 forintot az internet díjunkhoz hozzácsapnak, hanem nem fogjátok tudni megvenni a kazánt, a készüléket, nem tudtok szopókát venni, mert hogy az is az elektromos, bocsánat, elektronikus cigaretta része. Na, ezen kéne elgondolkozni többek között. Meg még sok minden máson. Is. Van személyes véleményem is, de az, hát majdnem mondtam, hogy az mi és az kit érdekel, de maradjunk annyiban, hogy ez érdeke a felhasználónak, hogy egészségesebben tudjon élni, és érdeke a kereskedőnek, hogy ne kopjon fel az álla, és tudjon megélhetést biztosítani X embernek, akik az alkalmazottai. A kereskedőnek is ugyanolyan fontos. És a kereskedőket is megkérem én úgy, hogy nem is ismerem őket, hogy könyörgöm. Ne a kifogásokat keressétek ti is, hogy miért nem, meg mindenféle hülyeségekkel foglalkozzatok, hogy ti hogy tudnátok ebből jól kijönni. Meg kell érteni, hogy itt most tömegként kell viselkedni. Lehet, hogy értitek, lehet, hogy nem, de úgy látom, hogy egy csomó embernél csak az esett le a fejükbe, hogy most akkor meddig árulhatok. Ilyen kérdések jönnek hozzám, hogy meddig árulhatok, mikor, hova, mit kell benyújtanom, akkor mik szoktak még lenni, hogy emlegetnek itt nekem TPD-t, meg emlegetnek nekem hazai szabályozást, úgy veszem ki a szavaikból, hogy igazából azt se tudják, hogy miről van szó. Hogy most miről beszélünk, milyen dátumok vannak, mi az a... Nem az, hogy mi az a TPD, azt remélem tudják, hanem hogy az egyiknek a másikhoz milyen köze van vagy nincs, okozatban állnak-e egymással, és tényleg az a legfontosabb, hogy most mindent eladjunk, és aztán majd lesz valahogy. Nem. De ez már ez egy másik fejezet és egy másik videó. Mi volt még az, ami bennem szakadt? Igen. Évad záró Pest megyei kerekasztal lovagjai gőzlér parti, nem a megszokott helyszínen, a fanyűvőben, hanem egy másikban, amit majd a description, vagy leírásmező, vagy hogy hívják ezt szépen magyarosan, oda be fogok tenni szint úgy a leírásba, hogy hol van az új helyszín, ami nagyobb. Az áraktól nem kell megijedni, mert azt az infót kaptuk, hogy fanyűvős árakkal fognak felszolgálni italt, ételt, úgyhogy aki dolgozik, az is oldja meg, hogy ott tudjon lenni. Lesz ott is tombola, tejjel mézzel folyó kánoán helyett likvid, meg mindenféle érdekes készülékek, amit a társaink hoznak. És én is bár dolgozom aznap, de este 7:30 körül igyekszem becsapódni, úgyhogy akinek nem tetszik a pofám, jöjjön oda, aztán akkor ott személyesen mondja el, hogy mi a gondja. Mi van még? Igen. Olvastam valahol, és már tényleg nem emlékszem hol, egy találkozón tűntek el embereknek e-likvidjeik meg készülékeik. És én is voltam olyan kis csoportos összejövetelen, ahol komoly értékű készüléknek veszett nyoma. Úgyhogy azt tudom mondani, nagyon szépen is és kulturáltan, hogy ahol fát hullik, fát vágnak, hullik a forgács is, de mindegy. Trágya emberek mindenhol vannak. Ha lementek a találkozóra, ott is tartsátok szárazon a puskaporos hordókat, nem
azért megy oda az ember, hogy dicsekedjen, hogy neki 80 zenkót provária van, úgy menjetek le, hogy tudjátok, hogy mivel mentetek le, és hogy ugyanannyival gyertek haza. Figyeljetek a saját értékeitekre, és szaremberek mindenhol vannak, úgyhogy még egyszer mondom, figyeljetek a dolgaitokra, és ne essünk még egyszer, kétszer, x-szer bele ilyenbe, mert annak nem lesz jó vége egyszer. Nem azt mondtam, hogy bárki is meg lesz verve valaki által, csak nem lesz jó vége ez így ennek. Ennyi. Aztán most ez gyorsan, tényleg befejezem már ezt a videót, mert hosszú is lesz, meg senkit nem érdekel. Szerintem mindent úgy nagyjából most elmondtam, amit szerettem volna. Esküszöm, megígérem, hogy ez a zakó nem mindig minden videón lesz rajtam, de most a Csini szettel megünnepeljük, hogy jön a nyeremény, és mennek az ajándékok majd a nyertesek felé. És ha addig nem jelentkeznék, akkor hát ez így novemberben durvának tűnik, de már mindenhol föl van minden díszítve, még az Andrássy út is, úgyhogy ezúton szeretnék a nyerteseknek is, családtagjaiknak is, és a többi gőzlérnek nyugodt, békés, kellemes gőzben, pulykában gazdag karácsonyt kívánni, beiglievésben, és a többi gyomorrontásmentes ünnepeket nektek, és még egyszer a gőz legyen velünk. Sziasztok!